Sziasztok! A legjobb barátom mondaná, amikor kicsit túl sokat poénkodik a pikáns témákról, és észreveszi magát. Erre mondja, hogy jó, akkor beszéljünk másról, váltsunk témát, mondjuk a zenéről. Zongorán csináltad már? Szóval a zene. Elég sok mindenről lehet hallani a sport környékéről, hogy mi az, ami segíti, stimulálja, fölpörgeti a sportolókat. Most csak a legális tartományról beszélek, pszichológus, zenehallgatás, táplálékkiegészítők, fölpofozzák, bal lábbal kell fölidegesíti a felesége vagy a barátnője, stb. Stb. Hát én a zenét választom ezek közül, ami a legjobban felpörget. Tudnotok kell, hogy én főleg az alternatív 90-es évek rockzenéjét szeretem, és amikor én kamasz voltam, akkor ez zene volt a menő, és aztán pályafutásomban, hogy az első Walkman-ek bejöttek a piacon, aztán utána már minél jobb ugye kis kütyük, szóval egyre többet hallgattam ezeket a számomra nagyon jó zenéket, és azon vettem észre magam, hogy meccsek előtt, főleg ha buszútra mentünk és utazni kellett, vagy később már amikor autóval mentem meccsre, mennyire be tudok pörögni, mennyire koncentrált tudok lenni, és teljesen átveszem a zene dinamikáját. Egyszerűen együtt élek a zenével, és olyan fajta pörgésbe lesz részem, hogy már abban a pillanatban szinte mehetne a meccs, pedig még a taktikai megbeszélés és a bemelegítés az még hátra van, de már készen állok teljesen a mérkőzésre. Ez nekem egy fantasztikus érzés volt, nem tudom milyen a drogosoknak, soha nem próbáltam semmilyet, de valami fajta tudatállapot változást átéltem én is, lehet, hogy picit hasonló ez, de ahogy mondom, erről fogalmam sincs. Viszont az is érdekes, hogy csapaton belül azt vettem észre egy idő után, hogy majdnem mindenki már zenét hallgat meccs előtt, és a legkülönbözőbb stílusokat, ami megint csak egy érdekes dolog, hogy az ember azt hinné, hogy mondjuk egy kemény rock pörget föl valakit, vagy egy nagyon durva, elborult diszkózene, gépzene, de nem csak azok voltak, aki teljesen normális, harmonikus, jazzes, bluesos, softpopos zenéket hallgatott, és azt mondta, hogy ő erre aztán tényleg nagyon jól fog játszani. Keményebb zenét kedvelőinek ez picit ilyen felfoghatatlan, de abban megállapodhatunk, hogy egészen onnantól kezdve, hogy én felnőtt bajnokságban játszottam 15-16 éves koromtól, Magyarországon, aztán válogatottal nagyon sokat utaztunk, és nagyon sok fontos világversenyen vettem részt. Szóval ezektől az első időktől kezdve nekem mindig fontos volt a zene, és mindig sokat segített. Persze nem mindig tudtam a kedvenceimet hallgatni, volt olyan körülmény, olyan esemény, amikor erre nem volt mód. Illetve azt éreztem, hogy valami hiányzott meccs közben vagy meccs után, amitől nem voltam eléggé ott, eléggé olyan állapotban. És lehet, hogy az volt, hogy azon az alkalommal nem tudtam magammal vinni a kis zenecuccomat, vagy a buszon túl hangosan szólt valami olyan semleges zene, ami zavart, és nem tudtam bepörögni. Szóval nem kellett nagy csodák, szerintem tiszta agy és szív kell, és jó zene, az már fél siker egy meccs előtt. Sziasztok! Külföldi edző vagy magyar edző? Mi a jó a magyar sportnak? Sok helyen játszottam külföldön, mindenhol felmerülő kérdés volt, hogy bízunk a saját edzőkben, akár ugye a vízilabdáról beszélek, vagy hívjunk külföldi sztáredzőt.